Május 25-től időpontfoglalás nélkül is intézhetjük ügyeinket a kormány ablakokban és okmányirodákban. Továbbra is kötelező maszkot viselni és a megfelelő védőtávolságot betartani. Erre tekintettel az ügyféltérben várakozók száma korlátozott. A hétfői naptól kezdve visszaállt az eredeti rend, tehát gyakorlatilag nem csak időpontfoglalással, hanem időpontfoglalás nélkül is a kormány ablak nyitvatartási rend szerint bárki megjelenhet és elkezdheti vagy befejezheti az ügyeinek az intézését. A sorbanállás elkerülését segíti a kormány ablak nevű mobil alkalmazás, ami tájékoztatást ad arról, hogy a kiválasztott ügytípusban mennyi a várható várakozási idő a közelben levő ügyfélszolgálatokon. A kormányablakkal, okmányirodával nem rendelkező kisebb településeken lakók ügyintézését pedig ismét a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok segítik. A kormányablak buszokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok cseréje mellett számos ügytípusban van lehetőség az ügyintézésre. Azért, hogy könnyebbé tegyük az ügyintézést az ügyfeleknek a számára, ezért egy bizonyos rotációs rendben a megye összes településére el fogunk látogatni, kivéve azokra a helyekre, ahol kormányablak van, és megpróbálunk helyben segíteni az embereknek az ügyintézésben. Ezekben a kormányablak buszokban vasárnapot kivéve minden nap lehet ügyet intézni Tolna megyében. A busz meghatározott menetrend szerint közlekedik a megye teljes területén. A Tolna megyei kormányhivatal honlapján lehet arról tájékozódni, hogy mikor, melyik településen van éppen a busz. A mobil kormányablak a következő napokban Siógádra és Pörbére érkezik.